Hello, szevasztok, folytatjuk a Tomb Raider 6-ot. Az előző videó végén elakadtam itt. Hát egész egyszerűen azért. Igen, kicsit valószínűleg már, nem kicsit, már lehet, hogy nagyon fáradt voltam, aztán egy olyan dolgot nem vettem észre, ami már ott volt az orrom előtt. Itt annyi a lényeg. Na most tegnap csináltam az előző videót, mert nektek ez most úgyis lényegtelen, csak hogy az előző videó végén úgy működött az agyam, hogy ugye mondta a Lara is, hogy itt olaj van, úgyhogy emiatt vigyáznia kell. Én arra következtettem, hogy az összes folyadék itt ez egész olaj. Ahogy az összes többi Core Design epizódban úgy volt, hogyha valahol olaj van, oda nem szabad belemenni. Tehát emiatt arra gondoltam, biztos voltam abban, hogy itt úgy van, hogy oké, mondja le rá, hogy merüljek le, de hogy mivel olaj, én azt hittem, hogy azonnal ki kell mászni, mielőtt még begyullad az egész. De nem. Nem erről van szó. Hanem itt annyi az egész, hogy ezt a kettőt, ezt a nagy izét, meg azt ott fönn valóban be kell robbantani, és azonnal le kell merülni ide a vízbe. A lényeg, amire én nem gondoltam, hogy az olaj csak a víz felszínén van. Azaz, nem szabad a víz felszín közelébe úszni. Hogyha teljesen a medencát, ha teljesen legalúra merülök, akkor nem lesz semmi bajom. És az előző videóban egyszer ezt meg is csináltam, hogy ott voltam legalul, és ott nem lesz semmi bajom, de ugye ki akartam mászni a vízbe, és mivel érintettem a víz felszínét, ami ugye égett, azonnal meghaltam. De akkor arra gondoltam, hogy mindenképp meghalok, amíg a vízben vagyok, de nem. Tehát, hogy erre tényleg nem gondoltam, hogy az olaj csak a víz felszínén úszik, és csak az a veszélyes. De alul, milyen a víz alatt, ott nem. Jó, tehát erre én is gondolhattam volna. Igen, elismerem, hogy jó, nem kapcsolt az agyam. Igen. Bár mondom, azért én ezt megint egy picit máshogy csináltam volna meg, ez nem volt annyira teljesen egyértelmű. Fő figyelembe véve a korábbi Core Design epizódokat. Na, oké. Na de most aztán. Igen, ennyinek olvastam utána, hogy itt most ilyenkor mi van. Hogy ezzel a vízzel itt mi van. De annál tovább nem. Tehát, amint ráteszem a bombát és nem merülünk a vízbe, onnantól megint nem tudom, hogy hogyan tovább. Mert mi ilyenkor mindig rendkívül óvatosan olvasok utána a megoldásnak, hogy tényleg csak annyira olvasok előre, hogy az adott problémát azt meg tudjam oldani, ahol éppen tartok. Tauchen. Tauchen. És csak! Látod? Lerának semmi baja nem esik. És itt most ki tudunk menni. És el kell menni szerintem a másikhoz. Feltételezem, azt is fel kell robbantani. Már mondom, ennek már nem olvastam utána. Na, látod? Látod. Tehát itt ez itt úgy van. Tehát csak a víz felszíne gyullad ki. És a kérdés az, hogy a másikhoz hogy jutok el. Hát ha én itt lemegyek, akkor a... Iha. Nem lenne túl egészségtelen? Nem.
Ez az. Ezt már nem... Várjál, hülye vagyok, hát csak egy darab robbanószerem volt. Ja, Istenem, mit csinálok? Hát persze. Várjál, lehet, hogy innen be tudok. Lehet, hogy... Várjál. Megpróbálom megoldani. Várjál. Hua. Tja, das ist doof. Reméltem, hogy még el tudok rugaszkodni onnan, de sajnos nem. Akkor... Máshogy csináljuk. Az sem biztos, hogy a jó tartályt robbantottam be egyébként. Fogalmam sincs, hogy melyiket kell berobbantani, mert ugye egy bombám volt, és... Egyelőre nem tudhatom, hogy a jót robbantottam-e. Mert hogyha másikat kell, akkor majd vissza kell tölteni úgyis egy másik játékállást. De remélem, hogy a jót robbantottam. Ne! Elfelejtettem, hogy ott a tűz. Várj egy kicsit. Jó. Jó napot kívánok! A Louvre! Hogy kell jól kimondani? Már a német szinkronban is úgy mondták, azt hiszem, a Louvre, ugye? Nem tudom. Mondtam, hogy nem tudok franciául! Na, wenigstens ist es hier sauber. Ez is egy szempont, igen, igen. Annyira aranyos az a lépcső animáció. Hey, vous, plus un geste. Észrevett a kamera, az nekem nem... Halló, ez kettő tárat benyelt! És nem is ad lőszert. Hát ez köcsögöm széken, ez nagyon... Ez igen. Lehet, hogy izét kellett volna használni. Basszus! Most jut eszembe, az elektromos sokkolót kellett volna használni. Mert elpocsékoltam egy csomó lőszart. Ah!
Hűha. Ciao. Nézzünk egy másik irányt. Hát van egy szimpatikusabb helyszín. De figyelj, ezt az ablakot ellen nem lehetne kilőni amúgy. Ich bin nicht stark genug. Ah, megint túl gyenge vagy, hogy kinyiss egy ajtót. Értem. Kinyit egy fölfelé. Megint le kell döntenem egy egész nagy hidat, ahhoz, hogy ki tudjak nyitni egy ajtót? Jó. Megtörténhet. Oh. Finomság! Hoppá! Ezt miért nem tudom megnyomni? Halló? Sőt. Aha. Igen? Hát én ezzel nem tudok átmenni úgy, hogy ne menjek be. Várjál! Lehet, hogy találtam valamit. Még nem biztos. Júj! Scheiße. Aha, ja, szerintem is. Hallod. Hozzáértem. Hogy mi volt ez a hang? Nem értem hozzá, ugye? Szerintem nem értem hozzá. Hozzáért? Nem értem hozzá. Aha. És most? Ó, basszus. Jaj, nem már. Lent nem tudok menni, de itt fönn sem tudok menni.
De itt nem tudom... Lent végig lézerek vannak, látod? Lent esélytelen. Itt is esélytelen. Ezen hogy kell átmenni? Itt nem tudok fönn sehol mászni egyébként. Itt nem lehet mászni. Ezt most nem vágom. Vagy... Vas? Jobb szélen, ugye? Arról tudok átugrani, mert ott hiányzik egy lézerdarab. Tehát ha megnézed, összehasonlítod, ott szélén is van egy piros lézer, de ott hiányzik. És ha jól látom, ez az egyetlen esélyem. Úgy értem, nem látok más lehetőséget ott. Csak... itt látok egyetlen. Jó! Kérdés az, át lehet itt úgy menni, hogy ne érjek a piros lézerhez? Ezt taligálni nem lehet. Jaj ne, jaj ne, jaj ne, jaj ne, ne! Bal meg. Lopakodás, hogy fogom én ezt utálni? De szar le, hányan vannak itt? Én ezt hogy fogom gyűlölni ezt a részt? Tu heilige. Egy nagy mentést, biztos, ami biztos. Elektromos van elől. Azt hiszem. Itt erre nincs. Mondjuk, hogyha mindegyik őr végig egy helyben marad, és nem mászkál sehova, akkor talán nem lesz probléma. Bazd meg. Itt is milyen kurva jó a visszhang. De jól megcsinálták. Az EAX itt is veszettő jól működik. Ott a csávó. Ezt is megcsináltak, hogy mennyivel halkabban megy így Lara, hogy mennyivel halkabban
Alkabak a léptei. Hát de várj, és hogy megyek át? Hello! Hát ez tök jó, hogy tudok ilyet csinálni, de hogy... Na, Lara, kicsit húzd össze a melleidet is. Úristen. Hova tűnt a csávó? Fordulj meg! Megpróbálok elosonni. Megpróbálom, mert lőszer kéne spórolni. Ott meg kamera van, nem már! És a kamerát hogy kerülöm ki? Jézus Úristen! Hát a kamerát nem fogom tudni kikerülni. Ezt így... Bazd meg. Hé, hú, Priazé! Ez már úgy fényévekkel hatékonyabb, mint a... sima pisz... Taj. Ó, ba meg.
Mi? Splinter Cell-be megy át ez a játék? Vagy mi van? Aha. Ugye itt manuálisan nem lehet célozni fegyverrel, tehát elvileg, ha jól tudom, nem tudom lelőni a kamerát. Azt sem tudom, hogy merre kell menjek. Jézusom! Én úgy 100 másodpercet adtam volna a játékosnak, hogy ott át tudjon menni. Ich muss zu der neuen Ausgrabung. In Werners Notizbuch steht was von einem Sicherheitsausweis in Caviers Büro. Mein Gott, ey. Nem mindegy az. Jó, ha nem, akkor nem. Hát itt... Hú, basszus kulcs. Aha. Most menjek vissza. Kösz. Most bal. Most itt van. Biztos, ami biztos, visszatöltöm, mert nem a falnak szerettem volna ugrani. Csak az irányítás néha... kihívásokat tartogat. Na, az irányítással sokszor rendkívül súlyos problémák vannak. Egy 10 mm-es kis szegélyben megakadsz, és akkor már is nem tud ugrani. És ez hogy? Hogy micsoda tükröződések mindenhol. Figyelj, milyen tiszta itt a parketta. Van takedown? Van? Van takedown? Tudok lőszerspórolni? Ó, hát... Ó, ho. Hát így mindjárt más a téma. Azt a figyelj, hogy... Hogy tükröződik a parketta, azt a minden... Olajjal kenték be, vagy mi?
Jó, nyilván ez a pálya egyfajta tech demo volt az új motornak, gondolom. Hé, az nem a Mona Lisa nevű festmény? Az ott. De nagyon el van kerítve, hallod-e? Nem lehet, hogy az a festmény valójában a sötétség egyik festménye? Sok ismerős kép van itt amúgy. Azt hiszem az utolsó vacsora ott fönn, ugye? Vagy nem tudom, annyira nem vagyok én ebben otthon. Igen, ezek ilyen vallásos képecskék, igen. Várja, a kép fölött van ott egy Lüftungsschacht. Mi az? A szellőző? Ott fönn a... Kérdés az, én ezt tudom taligálni, húzigálni? Nem. De a mögött van egy olyan kapcsoló, he? Miért nem tudom? Miért nem? De lehet. Nem megyek oda-vissza. Nem. Még a Louvre bejáratánál volt az ajtó, mondta, hogy nem vagyok elég erős. Most vissza tudnék menni oda, de hát menjen vissza az, akinek két anyja van. De biztos nem megyek vissza oda. Kérdés, ez most permanensen kapcsolta ki a lézereket, vagy most időkorlát van? Tudod mit? Várok egy kicsit. Lehet, hogy csak időkorlátosan kapcsolta ki. Igen, jó volt a megérzésem a rohadt életbe. Annyira jó volt sajnos megint a megérzésem. Az istenit. Aha. Ezeket tudom. Aha. Azt hiszem, sejtem, hogy mit akar tőlem a játék. Na várj, ezeket a kis székeket arrébb tudom. Nem, ezeket nem. Jó, értem. Tehát ezekről a nagy üveg izékről kell átugrani. Én ezt értem. De várj, lehet nem ezt kellene oda... Hanem először inkább ezt. Ez magasabb. Hiába magasabb, ezt nem tudom mozgatni. Aha, ezt nem lehet mozgatni. No. Jó, akkor... Lehet, hogy nem ez a... Az a baj, nagyon-nagyon rövid utat kéne. Lehet, hogy nem ez lesz a legoptimálisabb. Ezt erre nem tudom elhúzni, ezt csak erre tudom, ebben az irányban tudom mozgatni. Aha. És csak eddig. Ez a maximum. Értem. Ezeket nem lehet. Akkor ez úgy fog kinézni. Várja. Hát föl tudok így. Aha. Igen, csak ezt viszont csak nekifutásból fogom tudni. Hú, de ki van ezt számolva? De mi van akkor? Várjál csak! Nem, aha. Az volt a tervem, hogy ezt az üvegdobozt, ezt mondjuk ide akartam volna mozgatni, és akkor gyorsabban fel tudnék menni, de nem. Ezeket valamiért csak egy irányba lehet mozgatni. Nem tudom, hogy mi az oka, de csak egy irány, csak így, ebben a, ezen a tengelyen lehet mozgatni. Jaj. Vizó!
kevés lesz az idő! Én nyomtam az altot, mint egy hülye. Én nyomtam az altot. Mász! Alter Schwede! Oh, das war knapp! De ki volt ez számolva, te jó isten! Itt aztán van textúra flickering bőségesen! És nekem most itt merre? De ezt nem tudom sehogy kinyitni, ugye? Hát akkor egy irány van. Na, a kutyák már rugatnak. Szerencsére csak a játékban. Oh, nice! Igen, ilyen ventilátor dinamikus árnyékot láttunk az ötödik részben is, csak ugye emlékeztek, hogy iszonyatosan alacsony framerate elment az árnyék, ilyen 5-10 FPS lehetett, ugye? Tehát szaggatott mind az istennyila. De itt már szép 60-nal megy. Szép. Oké. Ezt sem lehet kinyitni, ugye? Jó. Hát a textúra flickeringer bocs, de azzal tényleg nem tudok mit tenni. Hát az... Amint mondtam, a PC port problémákkal küzd. Nem azt kapta a prioritást akkoriba. Éhú, priorizét! Azért töltöttem vissza, mert őt is takedownolni szeretném. Lőszert szeretnék spórolni. Takarodj innen! Hus! Hus! Na! Na végre! Hát de nyomom én a kontrollt! Hello! Lara! Na! Köszönöm! Miért kellett milliószor már nyomni a kontrollt? Miért nem elég egyszer? Na mindegy. Jó, sikerült! Ez volt a tervem. Nem egészen tökéletesen így, de elfogadható. Hát...
És most merre? Sok ajtó van ám. Ich bin nicht stark genug. Jaj, ne már! Hát az előbb... erősödtél. Ich bin nicht stark genug. Hát pedig pár perccel ezelőtt mondtad, hogy erősebb lettem. Jaj, istenkém. Aha, szerintem ezt kell kinyitni majd valahogy. Szép lassan kizárjuk itt az útvonal lehetőségeket. Ott látok-e létrát már innen messziről? Ó. Oh. Potty. Potty. Akkor ezeket sem tudom kinyitni, ugye? Ja, itt nincs is lehetőség. Aha. Ezeket alapból nem lehet. Plam, 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 plam. És most? Valamit megint nem veszem észre. Valahol fönt kéne mászni talán? Mert én most nem tudok menni sehova, tehát... Ójaj. 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 És sejtem, hogy mit akar a játék. Van egy tippem. Ide spawnolt egy ellenfél? Nem, oda. Ha. Még jó, hogy a léptek ennyire visszhangzanak. Biztos nem hallja meg senki. Jó, hogy ott van benne, és ennyire hallani a lépteit. Az jó. Aha, 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 aha. Igen. Nem véletlen van itt ez a kamera. Akkor úgy van, ahogy sejtettem. Sajnos. Ich bin stärker. Ja! Lara erősebb lett. Yeah! Bin ich doof? Ah!
aber visszafelé nem mehetek? Az jó. Ez így érdekes, hogy visszafele nem enged. De én akkor is visszamegyek, mert most erősebb. Lára erősebb lett, ami azt jelenti... Várjál csak, lehet csinálni... Lehet, hogy ez is shortcut lesz? Mondjuk az jó lenne, mert akkor ezt a két ajtót meg tudnánk né... nézni. Aha. Aha. Öregem, ezek a kamera... ezek... Aha. Jó, várjál. Le kell ellenőriznem valamit. Aztán hosszú létra. Nem. Ezek nem azok az ajtók. Nem baj. Potty. Na most! Azt a mindenit! Kár, hogy a pályszerrel a dobozokat nem lehet szétszedni. Hát itt van egy nagy büdös semmi. Na, zúzd be ezt is! Bam! Ó, gyógyszer! Ennyi. Egy darab gyógyszerért jöttem vissza? Ez fasza. Kérdés az, hogy nekem arra kell menni tovább, arra van a tovább a sztori, vagy ott fönn a... Ott fönn, ahol az előbb voltunk. Ez itt a nagy kérdés. Megnézem azt a szellőzőt, jó? Már csak azért is, mert sokkal egyszerűbben jutok el. És kicsit gyorsabban is talán. Igen, mondjuk a Legend Anniversary-ban azért gyorsabban tudott már létrázni. Elég kényelmesen mászik fölfelé. Itt mi van? Sok-sok textúra flickering, igen, azt látom.
Hello? Semmit nem lehet itt átkutatni? Hát ez nagyon nagy csalódás. Pedig ez a raktárnak tűnik egyébként. Láttam, hogy kint volt egy fehér inges őr, akit ugye lehet takedownolni. Az előbb jobbra ment el, vagy nem? Na, fuck it. Aha. Hey, vous, Priogest! Hallod, mire Lara megfordul, hallod? Egy év, komolyan mondom. Mondom, irányítás az úgy problémás. Nagyon-nagyon lomha, úgy lehetne inkább mondani. Nem akar ide jönni? Megvárom, még megfordul, és elindul. Az. Priozsé, az. Te vagy egy Priozsé. Akkor most, akkor kell leszedni, amikor itt megáll. Itt elmegy jobb oldalra, és ott megáll. És akkor remélem, hogy a... Ez az. Így. A kamera nem működik. Ez sem működik. Irodákba is be lehet törni. Átkutatjuk a szekrényeket. Semmi. Csak textúra flickering. Jó ötlet ide bejönni, tehát itt... Ja, mely röntgen gépek vannak. Itt az árnyék is néha picit, igen, az is picit... Keine Chance. Ez a keine Chance. Hát hallod? Ejjjj. Azt mondja, esélytelen, hogy kinyissa. Semmi más nincs.
Egy ekkora... Hadd menjek ki! Köszönöm. Ekkora hatalmas iroda, és semmivel nem lehet interaktálni. Huha. Huha. Az ott a megfigyelőterem, illetve ez itt mintha szerverterem lenne. Az ott erre fordul, az a baj. Az a csávó itt, ott megfordul. Aha, és most? Jaj, de jó! Ide meg kell egy kód. Véletlen se menj ebbe az ajtó... Fordulj meg! Na! Hé, hey, vous, Priogest! Persze! Nyilván akkor fordulsz meg, bazd meg, amikor... Na ezért nem tudok én lopakodni, mert minden játékban ez történik. Mindig minden játékban ez történik. Amikor elindulok, akkor fordulnak felém. Mindig. Hé, hey, vous, Priogest! És Lara annyira lassan fordul, hogy ez borzalom. Nyomom a kontrollt! Hello! Hey, vous, Priogest! 100 000 milliószor megnyomtam a kontrollt, és nem. A játék azt mondja, hogy fuck you. Eddig gond nélkül tudtam őket takedown-olni. Most miért nem engedi? Halló, nyomom a kontrollt, halló, 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 nyomom a kontrollt, halló, még mindig nyomom a kontrollt, halló, nyomom, halló, most is nyomom. Hé, hey, vous, Priogest! Azt hiszem túlzás nélkül mondhatjuk, hogy a stealth, tehát a lopakodás funkció ebben a játékban egy totális katasztrófa. Nem működik. Most láthattátok. Egyszerűen szimplán nem működik. Tehát az egyik ölt leszedheted csendesen, a másikat nem. Szimplán nem működik a stealth a játékban. Nagyon-nagyon nem működik. Sehogy nem működik. Ajaj. Jep. Jep. Lépcsőház. Aha. Jó. Igen. Igen. Ah, Mademoiselle hat es gern ordentlich.
Mit kéne nekem itt... Mit kéne... Áhá! 14639. Értem. 14639. Jó! Oké, dankeschön. Megvan a kód, azt hiszem. Ez ugyanaz. 14639, 14639, 14639, úgy sem fogom felejteni, mire odaérnék az ajtóhoz, de 14639. Aha, jó. Huszon egy óra 32. Ó, mikor van az este? 14639. 14 6 3 9. Plip plip. Így. Die fünf Stiche der Finsternis. Ah, hier steht etwas über die Stiche der Finsternis. Angeblich enthalten sie verschlüsselte Karten, die zu den Verstecken der Gemälde führen. Na, das hört sich doch gut an. Aha. Gondolom. A játékban van bőséggel Z-Fighting. Gemälde der Finsternis. Ich habe hier etwas über die Gemälde der Finsternis gefunden. Ursprünglich gab es 5 auf Holz gemalte Bilder. Sahen wohl aus wie russische Ikonen oder so. Gemalt hat sie der dunkle Alchemist Peter van Eckhart im 14. oder 15. Jahrhundert. Alle 5 Gemälde zusammen bilden eine sogenannte Sanglyphe oder ein Blutsiegel. Was es damit wohl auf sich hat? Die Lux Veritatis haben Eckhart die Gemälde abgenommen und mit religiösen Motiven übermalt. Aber wer waren die Lux Veritatis? Angeblich ist in jedes Gemälde ein Machtsymbol aus Metall eingearbeitet. Deshalb ist Eckhart so scharf auf die Bilder. Okay. A fejérat nem tudta követni azt, amit Lara mondott egyébként. Igen. Átkutatunk mindent, amit lehet. Ezért ez vicces sehol semmi, tehát hogy... Ez megint ilyen eléggé megkérdőjelezi a balanszot, hogy ha már a játékos idáig eljut és ennyit lopakodik, akkor igazán... Das ist der Ausweis, den ich brauche. Igazán kaphatna némi valamit. Lőszert, plusz gyógyszert, valami hasznosat. De nem, a játék nem ad semmit. Csak a sztori elementet, az kész vége. Úgyhogy ez így eléggé gáz. Megvan az Ausweis. Akkor el kell innen takarodjunk, ugye? Ezt most megszereztük. És akkor ezzel tudunk bemenni a ásatási területre? Jaj.
Oh! Blip. Lépcső alatt semmi, oké, akkor mehetünk tovább. Itt? Nem itt volt ez a csávó, akit mutatott a kamera? Aha, itt valahol, hallom. Itt valahol van valaki. Nem erre, hanem a másik ajtó lesz az. Hé, vú, Priozsészt! Nyilván, persze. Nyilván akkor nyitom ki, amikor... Persze. Ez egyértelmű. Most honnan tudjam, hogy most az őr hol van? Na, őt vajon engedi majd a játék takedownolni? Szerintetek? Nála engedi! A megfigyelő szobában nem engedte. Mondom, egyszer igen, egyszer nem, amilyen kedve van a játéknak. Blip. Minden őr után inkább elmentem a játékállást, mert... Várjál, hol az Istenben vagyok most? Ó, tudom. Tudom. Igen, itt próbálkoztunk a izével. Ide kell a kártya. Így. Elég jók ezek a textúrák egyébként a padlón. Csak kár, hogy a fal folyamatosan Z-fightingol. Így... Lehet, hogy megpróbálok egy másik textúra beállítást, de... Nem valószínű, hogy segíteni fog. Hé, hey, vú, Priozsészt! Kap már be! Hagyjuk már! Még le se értem a lépcsőn, hogy veszel észre, hülye gyerek? Igen, és a lépcsőn megfordulni szintén egy totális katasztrófa. És ők nem adnak semmit, hallod? Ez is... Legalább egy lőszert, vagy valami, vagy... Nem, a játék folyamatosan a középső ujját mutatja, hogy... Csöndben le tudta szedni? Hát nem kapsz cserébe semmit. Ezzel nem kell interaktálni, jó... Ó, itt nincs semmi? Oké. Azt hittem, hogy itt kell valamit csinálni, de nem. Akkor most csak el kell tűnjünk innen, vagy mi? Hogy?
Várjál már! Mert hol az Istenben vagyok most? Oh. Most vagyunk az ásatási területen, nem? Gondolom én. Remélem nincs itt lenn senki. Hát... Itt szintén nem nagyon lehet interaktálni semmivel, ahogy látom. Az ásatási terület... Kíváncsiságból. Nem lehet visszamenni. Jó! Hú, hát ez a Louvre, ez azért kicsit megizzasztott. Ez azért... Nem volt olyan rossz pálya, csak kár, hogy a lopakodás ennyire nem működik. Teljesen inkonzisztens, kiszámíthatatlan működés, egyszer működik, egyszer nem. Tehát, hogy ez így... Jó, mondjuk igaz, hogy opcionális, de ugye, hogyha mindenkit lelőttem volna, hát... Az nem akartam töltény pazarolni, mert töltény alapból annyira ritka ebben játék, mint a fehér holló, szóval... Ugyan nem kötelez rá a játék, de azért nagyon-nagyon-nagyon erősen sarkal arra, hogy lopakodjál, mert nem nagyon érdemes lövöldözni olyan ellenfélre, akit így is lövés nélkül el tudsz tenni, el tudsz intézni, úgyhogy... Itt is azt érzem, hogy a lopakodás képesség az félkész. Az nem úgy működik, ahogy kéne, szerintem. Na de, oké, innen folytatjuk, és akkor megnézem, hogy megpróbálok valamit csinálni ezzel a Z-Fightinggal, hogy lehet-e azon valamit javítani, aztán innen folytatjuk. Na, köszi a figyelmet, szavaztok!